Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Sopron Televízió és benne a hét témája. A Magyar Érdemrend Lovak keresztje kitüntetésben részesült a nemzeti ünnep alkalmából Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ő a vendégem, akivel természetesen a turisztikai ágazat jelen helyzetéről is beszélgetünk. Üdvözlöm, köszöntöm, és egyben gratulálok a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és tisztelettel köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Ugye március 15-én vehette át ezt a rangos elismerést, minek köszönhető ez? Hát még át nem vehettem valóságában, de magyar közlönyben megjelent tek szerint ezt a miniszterelnök úr előterjesztésére az államfő adományozta. Hát ez egy 42 éves, hogy így mondjam, életpálya és egy több mint 24 éves közszolgálat, a kamara szolgálatáért. Én ebből ezt a 42 évet én a Kisalföld Volánnál töltöttem el, és döntően a közlekedés szervezés, illetőleg ennek kétharmadát a turizmus szolgálatában, és hát mellette mindig vállaltam valamit az országos szakmai szervezetekben, és hát így a kamarába is, hiszen 1997-től látom el a Soproni Kamara elnöki tisztét. Nagy megtiszteltetés ez a számomra, és hát egyfajta, hogy így mondjam, életmű elismerése is. És nem csak a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hanem az Országos Kamara turizmusért felelős alelnöke is egyben. Hogy látja ezt a helyzetet, hiszen a turisztikai ágazat most talán a leginkább kiemelt figyelmet kapja, és a legnagyobb bajban van. Ön hogy látja ezt? Igen, ugye 23 területi kamara van, mint önálló jogi személy, és a 23 elnök közül én kötődöm a turizmus szakmához, és így lettem én ezért a területért felelős most már elég régóta, illetőleg a mostani az előző ciklusban is már turizmusért felelős alelnök. Ezzel Béke legnagyobb iparágaként szoktuk a turizmust emlegetni. Az olajipar mellett azt hiszem, hogy a dinamizmusa, a fejlődése, a GDP aránya, ugye Magyarországon is már 11–12%-ot jelentett az elmúlt években, a ráfordított fejlesztések, egy óriási lehetőség volt, és ebben a szép, boldog békeidőkben el sem tudtuk képzelni azt, hogy egyszer majd csak elkövetkezik egy tavaly március 10-e, amikor én ott ültem az első sorba a híres, nevezetes gazdasági évnyitón, amikor miniszterelnök úr ugye a beszéde vége felé mondta, hogy a turizmusnak pedig kampó, és ki kell lépnünk a komfortzónákból. Én még az a közel 300 gazdasági szakember ott azért az azt követő fogadáson nem hitte el azt szerintem, hogy ez 3 nap alatt bekövetkezik, és egy olyan ágazat kerül a padlóra, nem megdől, mert sok mindenki megremegett, megdőlt, de a turizmus, mint iparág, teljesen padlóra került. Ugye ez nem egy vulkánkitörés, vagy egy valamilyen fajta kis afrikai járvány, vagy valami, amik okoztak már gondot a légiközlekedésbe, vagy a turizmusba, vagy cunami, vagy bármi egyéb, mert ilyeneket már áttéltünk, de ezek egy-egy területet érintettek csak, ez viszont a világ turizmusát érintette. Azt mondhatnám azt, hogy a világ 192 országában mindenhol. Megszűnt az a fajta lehetőség, amit a turizmus alapelemeként ismerünk. Ugye a turizmus alapeleme a helyváltoztatás és a szolgáltatások igénybevétele. Na most, ha maradj otthon, meg ne menj sehová, és ne védj igénybe semmit, ez azt jelenti, hogy ennek a szakmának egyelőre sajnos vége is. Ez most a második húsvétra készülünk már, és ez végtelenül szomorú, mert az emberek, ugye sok mindenre gondoltunk tavaly tavasszal, amikor az első húsvétot éltük meg maszkban, de arra nem, hogy a következőt meg még szomorúbb eseményekkel, hiszen ha jó belegondolunk, akkor tavaly április-májusban összesen volt annyi halott, a Covid-nak tudhatóan, mint most 2 nap alatt volt, és ez borzalmas szomorú, és így arról beszélni, hogy mikor szabadulunk fel, és mikor indulhatunk neki a világnak, vagy legalább csak a hazai tájaknak is, ez ugye rendkívül nehéz. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez gyorsan tud regenerálódni, óriási az emberekben a vágy az utazás iránt. Én sokszor és sokat szoktam idézni a híres Zorba görögöt, aki azt mondta, hogy életem legnagyobb jótevői az utazások és az álmok voltak. És én azt gondolom, most erre nagy szükségünk van. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendszeresen tesz javaslatot a kormánynak, így volt ez most legutóbb is. Pontosan milyen javaslatokat fogalmaztak meg, és ön ezt hogy látja, mennyire lehetnek ezek hatékonyak? Én úgy látom, hogy ezek a javaslatok nagyon aktuálisak, sőt, talán előtte, mielőtt a mostani március 8-ával bevezetett teljes boltzár, hogy ha szabad azt mondanom, bekövetkezett, már érdemes lett volna ezzel foglalkozni, hiszen ez egy roppantul nehéz dolog, hogy a hazai kisvállalkozók, az egyéni vállalkozók, akik lassan egy éve pénz nélkül minden tartalékaikat felélve, és nagyon sokukat bezárva, vagy csőd felé menve várnak valami fajta olyan kézzelfogható segítséget, hogy túl tudják élni, tehát ők is szeretnének lélegeztetőgépre kerülni, idézőjelbe téve. Mi azt mondtuk, hogy nem szerencsés az, ha én mondjuk a szuper nagyáruházban szándékosan nem mondok nevet, ott a város szélén, hogy én ott cipőt is vehetek, virágot is vehetek, tévét is vehetek, de se a cipőboltba, se a virágboltba, se a híradástechnikai boltba, mondjuk a Mátyás király utcában nem mehetek be, mert azt bezárták. Tehát igenis ezt újra kell gombolni, ezt a kormány megértette, én azt hiszem miniszterelnök úr legalábbis a tegnapi nyilatkozatában azt jelenti, hogy érti a gazdaság gondjait és a hazai kisvállalkozások gondjait, és mi egy ilyen létszámkorlátos, hogy így mondjam, korlátot javasolunk, hogy négyzetméterre viszonyítva 2 ember, 5 ember, 10 ember vagy 20 ember mehessen be abba az üzletbe. Sajnos úgyis nagy gond van abba, hogy egy cipőboltba egy délelőtt jó, ha 3 vagy 4 vevő bemegy, tehát ott nincs olyan fertőzésnek kitéve, mint egy nagy áruházba, ha tolakszik éppenséggel. És én azt gondolom, hogy mindamellett, hogy ugyan egyidejűleg az orvosi kamara pedig még nagyobb szigorításokat és szinte teljes blokkolást javasol, meg lehet találni azt az összhangot, amely a gazdaság érdekei szerint is, de védi ebben a rendkívül nehéz helyzetben az emberek életét, mert még egyszer mondom, minden a gazdaságból származik, és a gazdaságnak ma a 80%-a köszöni jól van. Tehát vannak iparágak, akiknek soha nem ment ilyen jól, mint most. Nem akarom ezt a sort sem megnyitni, de van egy 20% ezen belül a szolgáltatások, a turizmus, vendég, stb. És azokhoz kapcsolódó beszállítók, akiknek viszont a léte, vagy a nem léte a tét. És ez Sopronba pedig, ahol a szolgáltatóipar aránya jóval magasabb az országosnál, vagy akár csak a győrinél, itt pedig rendkívül fontos, hogy tudja túlélni, tehát hogy ne legyen még több bezárt üzlet és eladó és kiadó üzlet a várkerületen vagy a belvárosban, hogy maradjon meg a város vitalitása. Ön hogy látja egyébként a kormány által nyújtott támogatások és hitellehetőségek mennyiben jelentenek segítséget? Itt helyi szinten például mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Én azt látom, hogy amíg tavaly áprilisban elindultak bértámogatás, ugye erre 51 milliárdot fizetett ki eddig a kormány, ez egy nagyon jó, ez a kurcájbát, ami ugyan magyaros, tehát kicsit kevesebb, mert hát nyilvánvalóan mások a mi lehetőségeink, mint a szomszédba, de ennek ellenére ez egy jó irány. Arra nem gondoltunk persze, hogy ezt egy évig kell fizetni, vagy még azt követően is, és talán ebben lehetne egyfajta módosításokat véghez vinni. Én azért el tudnám képzelni, hogy ne 50%, hanem 75% legyen, vagy 80%. Azt is tudnám javasolni, és merem mondani, hogy itt az egyéni vállalkozóknak is valamilyen fajta megélhetés, nem csak a kata elengedése, vagy ilyen jellegű támogatások kellenek, és jók a hitelkonstrukciók, mert például a Széchenyi kártyába tavaly olyan 4 elemet, hogy így mondjam, léptetett életbe a kormány, és ennek egy közvetítője a kamara, hogy az óriási. Tehát tavaly csak soproni szinten mondom, hogy 2,5 milliárd forintot igényeltek Széchenyi kártyára, mintegy 300-valahány. Ez új igénylés volt vállalkozás, és most 2,5 hónap után már 1 milliárd forint fölött jár. És ez egy nagyon jó hitelkonstrukció, nem megy azonnal a nagybanki kontrollon, meg szűrőn keresztül, amitől a vállalkozók félnek. De persze mindemellett hozott, és nem véletlen a sikerese, hogy már az idén is 75 ilyen új igénylés volt nálunk, és mondom, több mint 1 milliárd forint kihelyezése történt meg a helyi bankok közreműködésével. Ami egyéb más, ez a ugyan gyors hitel, ami ugye első 100 milliárd forintját 11 000 vállalkozás már lejegyezte, átlag 8,5 millió forintos összegben. 55 teárszám szerinti szakmában lehetett ezeket igényelni. Itt már van egy kis banki kontroll, kell egy nem mínuszos 19-es év, és hát vannak bizonyos fékek, mert azért, ha nem is rögtön, csak 3 év késedelemmel, de el kell kezdeni fizetni, és hát nyilvánvalóan azért szeretnének valami biztonságot a bankok is, de a kormányzat kész most további 100 milliárdoknak a megnyitására, egy első etapban a teljesítményükben jelentős veszteséget szereplő vállalkozások számára, itt már nem lesz TAOR meghatározás, illetőleg a kezdővállalkozók számára is egy harmadik 100 milliárdosra is ígéret van. Ez mind nagyon jó, csak minél előbb lenne vége. Maradjunk egy kicsit itt helyben. Önök az Iparkamaránál kapcsolatban vannak a legtöbb vállalkozással, szolgáltatóval. Hogy látja, milyen kérdésekkel, panaszokkal, egyáltalán mi a helyzet gyakorlatilag itt a helyi vállalkozásoknál, mivel fordulnak leggyakrabban önökhöz, és milyenek a kilátások, milyen a hangulat? Hát ugye egy ilyen helyzetben nem lehet jó a hangulat, de ennek ellenére bizakodni kell abba, hogy a vállalkozások nagy része valamilyen formában túléli. Még egyszer megismételném, hogy azért a vállalkozásoknak egy jelentős része, a nagyobbak, ipari üzemek köszönik, jól vannak. Egy ilyen forint és euró árfolyamnál vannak exportra dolgozók, kifejezetten jól érzik magukat, ugye 367 forintos eurónál. Tehát nem nekik van gondjuk, és a teljesítmények nagyját ők adják, de a foglalkoztatás, és különösen ez Sopronban igaz, a szolgáltatóipar, ahol a fodrászat, a kozmetika, a szépészet, a fogorvosok, az mindenhez kapcsolódó egyéb más járulékos beszállítóknak vannak komoly gondjaik, és összességében azért nagyon sokan vannak bajba, akik lehet, hogy nem is tudják újrakezdeni. Egy vendéglátásban mindegy 400 000 ember dolgozott országosan. Abból egy 100-150 000 ember eltűnt már, mert nem tudta kivárni, és a felmérések alapján, országos felmérések, és ezt országos szakmai szervezetekkel szorosan együttműködve mondhatom, mint hát ebben napi kapcsolatban lévő, hogy ezeknek egy jelentősen nem is fog visszatérni, mert nem engedheti meg magának azt a luxust, az a fiatal séf vagy pincér, hogy a családját kitegye egy olyan szakmá bizonytalanságának, mint mondjuk hiába volt egy menő szállodában sztárséf, meg executive séf, meg bármi egyéb, és jó fizetése volt, pályát változtatott, és lehet, hogy nem, és nagy része nem is fog visszatérni. És ez nagyon komoly gondot jelent akkor, amikor újra nyitunk, mert azért csak ebben reménykedik, hogy újra nyitunk. Említettük, hogy a turizmus békeidőben egy mennyire felfelé ívelő ágazat, és egy mennyire sikeres ágazat, és valószínűleg normál körülmények között arról beszélgetnénk, hogy ez az idény, ez a nyári szezon is micsoda rekordokat fog dönteni. Nyilván ez nem erről fog szólni ez az év, de ön hogyan látja ezt a nyári szezont, hiszen most már nagyon itt van, most már a foglalások nagyon időszerűek lennének, bár nyilván a helyzet nem azt mutatja, hogy pillanatnyilag ez a legfontosabb, de ön hogy látja, lesz nyári turisztikai szezon? Ez az embereknek ennyi bezártság után ez a fajta bárhová csak mehessünk, ez a pici gyerektől az idősekig bezárólag mindenkinek a legnagyobb kívánsága. Én azt gondolom, lesz, belfölddel fog, ez mindenhol belfölddel fog indulni, Németországban is, Ausztriában is, nálunk is. Aztán a szomszédságban az autós turizmus és minden más egyéb fog majd először regenerálódni, közeli országokba fogunk menni, és hát nyilvánvalóan jönnek majd ilyen kritériumok, hogy oltásigazolvány, meg minden más egyéb, kik a védettek, stb. És erről is kell beszélnünk, igen? Hiszen a védettségi igazolványok ugye most már érkeznek azokhoz, akik ezt a védettséget jelen pillanatban élvezik. Önök hogyan vélekednek erről? Hiszen ez is az egyik pontja volt a javaslatcsomaguknak. Én azt gondolom, hogy ebben a valamennyi szolgáltató mindenféle ilyen fajta előírás, fertőtlenítés, létszámkorlát, mindenki mindenben együtt és közreműködő, a kamara is így látja ezt, én magam is így gondolom, és én alig 3 hete kaptam az első szurit, de úgy örültem neki, mintha valahova újra utazhattam volna, pedig én nagyon sokat utaztam a szakmámból adódóan, és biztos, hogy lesznek majd olyan korlátok, hogy akinek van ilyen, és beoltatja magát, az utazhat, az szabadabb lesz, mint aki nem teszi. Én azért azt mondom mindenkinek, hogy aki tudja, és lehetősége van rá koránál, meg egyéb lehetőségeinél fogva, az mindenképpen oltassa be magát. Csak így nyerhetjük vissza azt a szabadságot, azt az életet, ami volt. És hát ha most nem is nagyon lehet sok boldogságot kívánni erre a közelgő húsvét ünnepökre, de én azért azt szeretném, hogyha egy áldott szép és egy reményekkel teli húsvétja lenne mindenkinek, soproniaknak és mindenkinek, aki bízik abba, hogy ez az egész, hát hogy így mondjam, 3. világháború idéző elbetéve véget ér. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást. Önöknek köszönöm a figyelmet. Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt a vendégünk, és a turizmus jövőbeni kilátásairól is beszélgettünk. A beszélgetést megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a Szerda Estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, a Szerda Este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Reiter Borászat.